Lesz Baki parádé. Hogy kezdjem? Na, hogy legyen? Honnan? Mit mondjak? Honnan? Akkor mit mondjak még? És akkor mit mondjak? Mit mondjak? Mit mondjak? Hogy csináljam? A tököm. Akkor most legyen egy újnyiségolival, lehet egy csomag. És be fognak fosni. Fogom, és össze. Nem. Össze kell egy picit, össze kell egy kicsit keverni, ugye? Összekeverjük mindenhol. Nem. Ez itt szar volt, nem? Az olasz konyha egyik, nem. Mi a kapukfüvet, rozmaringot és a zsáját használtuk igen. Akkor ízületi és reumás bántalmakra is használ. Ez milyen béna volt ez a szöveg? Én nagyon sokszor... Nem tudom, hogy ebben a szóval mi a baj. Nehéz a szakácsok élete. Ma sült, nem? Ma tésztát fogunk készíteni, nem is akármilyet. Grillezett, zöldséges pennét fogunk. Hát ez így szar volt. Vásároltam egy grillezett zöldségek tésztaszószt. De hát abban... Ma viszont nincs itt hol ilyen grillezett zöldségszószunk. Hanem lófunk van itt hol. A mai tésztaételünk ötlete az volt. Nem tudom elmondani. Hagyjatok, nyomjál, azt akartam mondani, hogy kérek egy pálinkát. Szóval, és szeretem a paradicsom szószt. A kettőt, még egyszer, és arra gondoltam, hogy ma elkészítem ezt az ételt úgy, hogy innen kiveszek egy ilyen szósz, és ebben az olajjal feljavítom. Ha valaki nem szereti az erős ízű olajakat, olívaolajakat, igen. Ha mediterrán vidéken kirándulunk, akkor sűrűn láthatunk, nem? Ha mediterrán vidéken nyaralunk, akkor láthatunk a... Kakukkfű. Mi van a kakukkfűben? A lazanya egy olasz tartományból indult világhódító körútjára. Egy olasz tartományból indult világkörüli hódító útjára, ami a mai napig megint elb***tam. Majd ráborítom a kókuszkeveréket, nem? Nehogy belevágjátok. Levágom a nyelvet. Leszabadok a közérbe, hozok egy fokhagymát. Meddig szórjam még? Ja, leállsz már. Ja. És még aznap készítsük el. Én ezeket a megfőtt céklákat. Mielőtt a kacsát kivennénk, az körülbelül... Meg nem is szarul is mondtam. Majd ha... Elkészül a kacsa, illetve liba. Mindig kevés. Teszek bele. És az egészet péppé fogom szúzni. Vagy nem. Nem az egyetetet kell. De így, hogy mikor már kihűlt jégédermet, meg leporoltam róla penisztet, így már sokkal könnyebb ebola.